Én Erkel Ferenc Bánk Bán című operájában Melinda szerepét fogom alakítani, aki Bánk Bánnak a hitvese. Nagyon közel érzem magamhoz ezt a szerepet olyan szempontból, hogy hangilag is úgy érzem, hogy nagyon passzol a hangi adottságaimhoz, illetve a karakterét olyan szempontból, hogy szerintem ő is, mint én, egy határozott jellem, egy erős nő, aki ha kell, akkor kimondja, amit gondol, és ki tud állni magáért. Sajnos az operában, vagy hát nem sajnos, kimondja azt, amit gondol és amit szeretne, de ez az őrülésbe fogja őt belevinni. Abszolút egy pozitív színfoltja ennek a történetnek, és pont erről beszélgettünk Toronykői Attila rendezővel, hogy ő az egyetlen tiszta lélek ebben az operában, aki, ahogy a dallamát is figyeljük, meg ahogy majd hallani fogjuk az éneket, nagyon, nagyon nagy magasságokat énekel, mindig C-durban vagy D-durban énekli a szólamát, ami egy tisztaságot, egy ártatlanságot sugároz. És szerintem ő abszolút egy pozitív karakter. Szerintem ő nem hibázik, amikor kimondja az érzéseit. Szerintem inkább nem gondol bele a következményekbe, hogy ennek lehet valami olyan súlya, ami igazából visszafordíthatatlanná teszi az ő sorsát. Bár Erkelnek a Hunyadi László mellett ez a legismertebb és legjátszottabb operája, a Bánk Bán, és ez mindig is aktuális lesz szerintem. Akárhogy nézzük, ez ugyanúgy a fiatalokhoz is szól, ugyanúgy az idősebbekhez, a fiatal felnőttekhez. Ez mindig is olyan kérdéseket fog boncolgatni, amik bármikor aktuálisá tehetőek. Kihívást jelentett az elején, amikor erről beszélgettünk Károly Katizenei vezetővel, hogy mit szólnék hozzá, hogyha én lennék az egyik Melinda, akkor megmondom őszintén, hogy megijedtem a feladattól, mert még sosem volt szerencsém Melindát énekelni. De ahogy egyre jobban elmélyültem a szerepben, úgy éreztem, hogy ez olyan, mintha Erkel az én hangomra írta volna. Nagyon jól érzi a hangom benne magát. És most már én is egyre felszabadultabb vagyok benne. Valahogy mindig ott volt a zene az életemben, bár egyébként civil családból származom, tehát nálunk nem volt se zenész, sem énekes a családban, de valahogy mégis megtalált. Nagyon tetszett eleinte a zongora, tehát nagyon, nagyon megtetszett az a hangzás, az a grandiózus hangszer, ami úgy ott állt előttem, és utána el is kezdtem tanulni zongorázni, de valahogy nem éreztem azt, hogy ebben ki tudok teljesedni. És az általános iskolai énektanárom hívta fel a figyelmemet, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk az éneklést, mert hogy hallja, hogy nagyon szép a beszédhangom, jártam vele versenyekre is, és akkor találtam meg igazából önmagamat, amikor elkezdtem énekelni. Az opera számomra az a teljes önmegvalósítást jelenti. Tehát számomra az opera minden zenei műfajok fölött a csúcs. Igazából a hitvallásom, ha mondhatjuk így. Valahogy ez is úgy érdekesen kúszott be az életembe, hogy miért pont az opera. Édesanyám mesélte, hogy keresztanyukáméknál voltunk, akinek a fia egy szimfonikus zenekarban csellista. És bekapcsolt egy opera részletet, amin ő kísérte az énekest, és én rögtön felkaptam a fejemet, soha addig nem hallottam operát,
és ki akarták kapcsolni, és mondtam, hogy nem, én ezt végig szeretném hallgatni. És furcsálotta mindenki, hogy soha nem hallottam még operát, és mégis mennyire felkeltette az érdeklődésemet. És állítólag, amikor én zeneiskolába jelentkeztem, akkor azt mondtam a felvételi bizottságnak, hogy én opera énekes akarok lenni, mindezt 7 évesen. És ezt sem tudták, hogy honnan jön. Valahogy ez megtalált engem, és nagyon örülök, hogy így lett.